A 2015-16-os szezonban a Szegléd egy fantasztikus 6-0-ás sorozattal kezdte a női NBA átcsoportot, és aztán Győrben kapta ki először a 7. fordulóban. Most a 2016-7-es szezonban a Peac Pécs kezdett 6 győzelemmel, és most a 7. fordulóban Cegléden játszik, hogy lesz-e a két sorozat között bármi összefüggés, megszakad-e a Peac Pécs nagyszerű sorozata, arra ma este fogunk választ kapni. Jó napot kívánok, vagy inkább most már jó estét kívánok, innen Ceglédről, a Városi Sportcsarnokból, én Petsz Gábor vagyok. És még egy sorozat a bemutatás előtt gyorsan. A Peac Pécs ugye az egész bajnokságban veretlen, a Cegléd pedig a hazai 4 mérkőzését megnyerte, tehát gyakorlatilag a hazai pályán veretlen az idei szezonban. A Peac Pécs pedig 10 bajnoki mérkőzés óta veretlen, úgyhogy nagyon komoly sorozatok, és aztán itt a bemutatás után bizonyára választ fogunk kapni arra, hogy ezek közül a sorozatok közül melyik az, ami megszakad, és akkor minden más a csapatok után. Alatt azért néhány dologra figyelmes lettem. Az egyik az az, hogy Egle Siksnyóta nevét azért eddig nem nagyon sikerül a nem pécsi speakereknek kimondani. Való igaz, hogy nem túl egyszerű névről van szó, de hát azért egy némi utánajárásra azért ezt meg lehet kerülni. Viszont nagyon korrekt speakeri munka van, szóval látszik, hogy Szegléden azért adnak ezekre a dolgokra is. És a másik, hogy aki figyelmesen követte a Peac Pécsnek az összeállítását, az igazából már kiszúrhatta, és akkor egy jó és egy rossz hírem is a csapat házatájáról. Kezdjük a rosszal, hogy a Fűrészdi a betegség miatt nem utazott el a csapattal, úgyhogy ő ma nem lesz itt ezen a mérkőzésen. A jó hír viszont az, hogy a szakmai stáb az újra 3 fősre bővült, hiszen Ibra Haltony. Beszéltünk vele pár szót a mérkőzés előtt, többé-kevésbé meggyógyult, úgyhogy le tud ülni Boris Majkovics mellé, és a szokásos magas szintű másodedzői munkát tudja végezni, és munkával tudja segíteni a Peacot. Aki még nincs itt a felnőtt keretben, az Tenyér Zsófia és Demeter Nóra, ugye fiatal korú játékosokról van szó, inkább akkor kapnak szerepet, amikor mondjuk hazai pályán egy olyan közös van, vagy sérültek vannak, vagy ilyesmi. Nagyon-nagyon közeleg a mérkőzés, és ugye a Ceglédről, amit érdemes tudni, amellett, hogy 4-2-es mérleggel áll a bajnokságban, hogy hát többek között mai, illetve az idei szezonban már 3 orosz kalapot is begyűjtött a csapat, ami azért nem semmi. Ugye győztek felkészülési mérkőzésen a Novosibirsk ellen, ez egyébként egy dínyai felkészülési torna döntője volt, és ugye értelemszerűen megérték az egész felkészülési tornát, egy nagyon raugos mérkőzés sorozatról, egy kupáról volt szó. Emellett az elkeselejtező, hogy nazai pályán jól kitömték a Krasznojarsk csapatát is, és ez a több mint 20 pontos előny, amit itt a selejtező hazai meccsén, odavágóján megszereztek, ez elégnek is bizonyult a visszavágóra, ahol a 2 pontos vereséggel igazából a továbbjutásuk egy pillanatig nem fordult kétségben. Ellentétben a Peacon, ami ugye gyakorlatilag a penge élen táncolt a hazai mínusz 10 után a Pöstjén ellen, és a harmadik orosz kap pedig nem is olyan régen, csütörtök este történt, amikor a Spartak Moszkvát győzték le Európa Kupa csoportmérkőzésen, úgyhogy ebből is lehet, egy nagyon komoly csapatról van szó.
A Cegédiek vezetőedzője egyébként Cicás László, segítő Áron Balázsé. Ugye Cicás Lászlót azt gondolom, hogy a kosárlabda szeretőknek nem is nagyon kell bemutatnom. Elég, hogyha felsorolok mellé négy nevet, Tomás Kellyt, Bernard Collinsot, Donáta Sebeliauskas, Andrius Jurkunas, két litván kosárlabdázóról van szó, ők egy elég erős kezdőtöst alkottak a 2000-es évek szolnoki Olaj KK csapatában, és meglehetősen eredményesen is szerepeltek. És akkor közben azt nézem, hogy a játékvezetők is lassan készen állnak a mérkőzésre, akik egyébként Cifra Csaba, Gorka Szabolcs és Pozsonyi László lesznek. Dunaharasztiból, Budapestről és Debrecenből érkezett a három játékvezető, és nekem az előzetes kiírásban a játékvezetők weboldalán Scheffer Béla szerepelt az ellenőri pozícióban, de úgy látom, hogy ott középen a váltakozó labdabirtoklás irányát jelző tábla mögött Fajt Mihály ül, aki ugye Bajáról érkezett, és nagyon sokszor láthatok már a pécsi sportcsarnokban is. Jön a pécsi kezdőtös, ahol azt gondolom, hogy a világon nincsen semmi meglepetés. Juhász Torkát látom, Jessica Kastert látom, aztán ott van Raksányi Krisztina, Szánya Mandics és Nicskai Zsófia is. Általában ezzel az ötössel szokták kezdeni a pécsiek a mérkőzést. És Raksányi Krisztina, így van. Hazai oldalon pedig jön 11-essel Megyesi Dóra, 55-essel Nagy Bújdosó Nóra, akit ugye nagyon-nagyon jól ismerhetnek a pécsi kosárlabdázók, és azt gondolom, hogy fergeteges formában kosárlabdázik eddig az idei szezonban. És akkor jön a Ceglédi csapat is. 34-essel ott van Majas Kovics, a hazai a csapatkapitánya. Látom Megyesi Dórát is, látom jelen a Maximovicsot, és ugye Nagy Bújdosó Nóra, és ötössel a hazaiak fiatal játékos, a Kányási Veronika. Róla is fogok majd egy picit beszélni a mérkőzés alatt. Egészen imponáló mérlegekkel, statisztikákkal, illetve 17 éves kora ellenére elég imponáló múlttal rendelkezik. Nyilván a saját korosztályát figyelembe véve, és már is egy tegédi akció, amelyet Kányási Veronika fejezett be kosárra, úgyhogy 2-0-ra vezet a hazai csapat. Elhozták a feldobásra a labdát, és egy gyors akció révén szerezték a vezetést. Raksányi Krisztina bele a triplába, ami lecsorog, viszont Jessica Kastert majdnem megszerzi lepattanót. Nagy Bújdosó Nóra harcolt vele szemben. Én azt gondolom, hogy ez egy elég határeset döntés volt, és nem is biztos, hogy ez a mi labdánk volt, de Cifra Csaba játék vezető nagyon-nagyon közel állt az esethez, úgyhogy nyilván mivel a milyen kis maradt a labda, ezért nem is igazán vitatom ezt az ítéletét. Üres elzárás Jessica Kastert, a Szanya Mandis robja be, és egy napon nélküli fajtot fúj a játékvezető. Az 55-ös számú Nagy Bújdosó Nóra. Értelemszerűen ez az első személyi hibája a Cegléd rutinos játékosának. Nagy Bújdosó Nóra egyébként Cegléd az első Dunatiszaközi csapata. Bár a Dunántúlon volt, viszont ott van Licskai Zsófia és kiegyenlít 2-2, ez egy nagyon szép lefordulás volt, és azt gondolom, hogy a paszt is igencsak meg kell dicsérni Licskai Zsófiról. Részéről a Megyesi Dóra, az assziszt királynő, azt mondjuk kifajtuk így az első fordulóban Miskolc ellen hazai pályán 17 asszisztot osztott ki, és itt van Licskai Zsófia első hibája. És ez volt az első pécsi csapathiba is. Keresem az eredményezet egyébként a Ceglédi csarnokban, sajnos nincs, egyedül egy nagyon pici, úgyhogy nem is követnem kell majd, hogy kinek hány fajta van. Szanya Mandics jöhet már a Dávval és elvállalja, lecsorog a labda a gyűrűből. Ez talán tipikusan ez az idegenbeli gyűrű, aztán megpróbálja Mandics megszerezni a labdát, így viszont kibújik Nagy Bújdosó Nóra, az ő dobása is kiperdül, lehet, hogy a hiba a labdával van. Nagy Bújdosó Nóra nagyon szabálytalankodhat, azért az elég komoly hátrány lenne a Ceglédi csapatnak, hogyha nagyon gyorsan begyűjteni a másodikat is. Labda Mandics kezében, most ugye pontosan takarásban, 7 másodperc még a támadó időből. Szanya Mandics törve, és kiharcol egy személyit, amit a Ceglédi közönség nem vesz teljesen jó néven, úgyhogy dobhat is kettőt. És jelen a Maximovics kapta a személyhibát.
aki ugye annak ellenére, hogy kezdő center, légiós center, rutinos 34 éves szerb játékosról van szó, nagyon kevés időt tölt a pályán, az idei szezonban eddig 14 perc nagyjából az átlaga, és a szezonban pedig még kevesebben 12-t volt fent. Szánya Mándis is kihagyja az első büntetőt, úgyhogy egyelőre elmondhatjuk, hogy nem vezetett még a mérkőzés a nap alatt. Pécsre remélhetőleg ez nagyon gyorsan megváltozik. Így van, 2-3. Szánya Mándis kihagyott egy büntetőt. Érdekes egyébként egy műsor közül a csapatok bemutatásánál a Pajac Pécsnél egy rossz oszlop alapján olvasta fel ezzel a játékosokat, és így a messzámok a legritkább esetben stimmeltek. Ez Majeskolic szép betörése. Nyomán 4-3 az egyedi csapatnak, és 8-15 a negyedből. Raksányi Krisztina már a labdával. Aztán a Mandic nem dobja el a betörő léptek Juhász Dorka törbe. Az nagyszerű megforgatja a centerét, de kiadja a dobást. Úgyhogy 4-3-ra támadhat a Cegléd. Egyesi dobora. Felfecs egyelőre emberfogást védekezik egyébként itt a mérkőzés elején. Juhász Dorka. Így van, teszi is fel a kezét, ez egy teljesen tudatos személyhiba volt. És Pozsonyi László fújta be, eddig talán ő volt a legaktívabb a játékvezetők közül. És akkor jöhet a Cegléd oldal alapvonali bedobás egész pontosan. Maximovics, nagy gyorsan óra, mert elengedi a 3 pontos, rövid. És a lepatanó Jessica Caster szedi le. Nagyon Skorics elől, meg kellett azért harcolnia a lecsorgó labdáért, és hogy ő is az első hazai csere. Szánya Mandics, Vicska is Zsófiának. Vicska és Zsófi fordul, személyi hibát ítélnek Megyesi Dóra ellen. És akkor ezért nem büntető jár majd, ugye még nem kezdte meg a dobó mozdulatot Vicska és Zsófi, és akkor jön is az első csere. Jelen a Maximovics helyén. 10-esen Serbán Anett, egyébként a magyar játékosok közül az ő 31 évével a legrutinosabb a Cegléd csapatból. Csak légiósok idősebbek nála a csapatban. Szanya Mándis is nagy bűnös óra harca. Egy elváltás után Juhász Dorka maradott, eldobja középtávolról, lecsapja a dobása. Nem kezdenek a csapatok túl jó dobó formával, szóval most rázendít egy kicsit a Ceglédi szurkolótábor. Pécsről is érkeztek egyébként nagyjából 10 fő a mérkőzésen. Triplára Kányási Veronika nem jó, és nagy bújdosonóra összeszedi lepatanot és beadja a Skoricsnak. Újra indulhat a ceglédi támadás, miután Skorics inkább kifelé passzolt. Megyesi Dóra kezében a labda. Eldobja a 3 pontos. Elég jó íve volt. Jessica Caster pedig majdnem elvéti. Skorics majdnem nagyon szemfülesen megtámadta. Jessica Caster mellett a labdában Licska és Zsófi azonnal neki dobóhelyzet. De ez is lecsorog, viszont Jessica Caster nem tudja elhozni a lepatanot, és Raksányi Kriszta kezéről ment ki a játékszer. Úgyhogy újabb ceglédi támadás következik, eddig nem dobnak túl jól a csapatok. És egyébként sok szeretettel köszöntöm Vujic Rutykót, ha esetleg Washingtonból néz minket, és nagy megtiszteltetésnek lenne számunkra, hogyha nézni ezt a mai mérkőzést. Megyesi Dóra kezében a labda, 6-25 van vissza a negyedből. Ceglédi támadás követő 10 másodperc Kányási. A labdával eddig nem voltakozott túl sok minden, nagy bújdoson ura próbál betörni, aztán eldobja Juhász Dorka mellett, ami viszont nagyobb baj, hogy leszedi a lepatanot Serbán Anett. Ez viszont egy borzasztó rossz dobás volt. Viszont ismét megvan a labda a ceglédieknek. Mivel nem ért gyűrűt az előző Kányási dobás, ezért mindössze 8 másodpercig támadta a hazai csapat. Ez egy nagyszerű bejátszás, és egyúttal egy komoly pécsi védelmi hiba. Ez itt már talán a veszett fejszanya lett, de nagy bújdosodóra. Megkegyelmez nekünk, ugyanis kihagyja a dobást. És ezáltal nem gyarapodik a ceglédi pontok száma, marad a 4-3. Jöhetett be a számadás Licska és Zsófia, most komoly védekezést kap. Ha jól látom, akkor Serbántól. Megyesi Dóra indul, de Szánya Mándis belenyúl eszke, és leadásul a labda a Peac Pécsi. Ugyanis Szánya Mándis úgy nyúlt bele, hogy még Megyesi Dórára is rápattant, hozzáért a labda. Ez azt gondolom, hogy ebből most elég jól jöttünk ki, hiszen ugye nagyon könnyen kaphatunk fel egy indításból egy úgynevezett könnyű kosarat. A két edző egyelőre nyugodtan szemléli az eseményeket, Licska és Zsófi.
és végül befújják neki a faltot. Én azt gondolom, hogy lehetett, mert igen, itt mellettem az operatőr kolléga lépéshibát mutat, de én azt gondolom, hogy, hogy itt a lépést a falt idézte elő, tehát a lökés idézte elő. És most ugyanezt magyarázzák el egyébként Cicás Lászlónak az egyedzőjének is, pozsonyi játékvezető. Úgyhogy a lényeg, hogy Licskai Zsófia dobhat büntetőket. Az első a szibátlan, úgyhogy ismét egyenlő az állás. Ahhoz képest, hogy elment majdnem a negyed fele, mindössze 8 pontot szereztek eddig a csapatok, ami ugye nem túl sok. Valamiért akadozik a full court egyébként. És emiatt például a többi meccsről sem tudok beszámolni, ami végül is abból a szempontból nem is annyira nagy gond, hogy ugye mivel ez a meccs később kezdődött, és a felvétel még egy picit később kerül ki a YouTube-ra, ezért közben egy cegléri csere, a Majas Korics pihen, és a pályán Katona Szidónia, aki bekerült a magyar válogatott bőkeretébe is, úgyhogy ott lesz a pécsi edzőtáborban a portugálok ellen kezdődő, vagy készülő csapatban. És Serbán Anett próbálkozott, és jó védekezést kapott. Licskai Zsófi felé az indítás. Blokkolják. Megyesi Dóra is a taktikai fajta. Serbán Anett mutatta be az iméti blokkot. Szanya Mandics kapja a személyhibát. És ez egy jó fajt volt, hiszen megakadályozott egy gyors ceglédi támadás befejezést. Ráadásul elég korán érkezett a fajt, ahhoz, hogy csak oldalról folytatódjon a játék. Szidónia. Betörés, dobás, ez sem pontos. El vannak átkozva itt a csapatok és a játékosok. Nagyon-nagyon rossz százalékkal dobnak eddig. Szanya Mandics a labdával. Kicsit ügyetlen volt. Juhász Dorka kapja centerbe, de kimarad az ígyszere. Hát ennél tisztább dobó helyzetet azért elég nehéz elképzelni egy mérkőzés, vagy generálni. Szanya Mandics üldözi a Megyesi Dórát, nagy bujdosó Nóra engedi el a hármas Licskai Zsófia mellől, a dobás azonban nem jó, nagyon kevés a pont eddig. Jaksányi Krisztina a labdával el is dobja, tüzelnek egyelőre a játékosok, de rögtön pontatlanul, úgyhogy itt sincsen. Kosár 4-5, hát igazából ha így marad és tényleg nem esik több kosár a mérkőzésen, már pedig most valószínűleg fog, mert Jaksányi Krisztina és Licskai Zsófia nagyon-nagyon rosszul vérekeztek, és ott egy nagy bujdosó Nórát. Szóval azt akartam mondani, hogy ha 4-5 lesz a meccs vége, nekünk igazából azzal sincsen különösebb problémánk. Maximum nagyon izgulnunk kell. Jessica Caster nem tud válaszolni, és a lepattan is tudja elhozni Licskai. Úgyhogy már Megyesi a labdával, most egy kicsit felpörgött a ceglét. Katona azon a ugye jó a passz, de nem, mégsem volt jó a passz. Katona Szidónia már félig meddig kint álló társának adta a labdát, Kányásinak. Úgyhogy a Peac Pécs jöhet. És az első csere, méghozzá kettős csere, Zele Dorina és Szűcs Lilla léptek pályára, Juhász Dorka és Jaksányi Krisztináért. Ugye ez az U20-as játékos rotálását jelenti gyakorlatilag. Hát ez falt volt, ezért ezt Kányásnál ezért ezt illik befújni. Egy picit talán késve fújta be pozsonyi játékvezető. És ráadásul büntető, úgyhogy a ceglédi csapat már túl van a személyi hiba korláton, tehát bónuszban a hazai csapat. Jessica Caster a büntetővonalról. A büntetővonalról eddig jól céloznak a pécsi lányok. És ha minden igaz, akkor 6-6 ezzel a büntetővel az állás. És akkor nézzük a második szabadlobást. Ez kimarad. Ezt én kiabáltam el egy kicsit. Úgyhogy 6-6-ról folytatódik. 3-38 még a negyedből. És Megyesi Dóra kezében ad a nagybújdosó Nóra, ha egy kicsit gyorsabban reagálja le, viszont ez az sem rossz. Kányási falta együtt. Szűcs Lilla fogja kapni a személyüket. Így van, Szűcs Lilla messzámát mutatják. A nagybújdosó Nóra egy kicsit előbb reagálja le ezt a helyzetet, akkor sokkal korábban lehetett volna már dobni. Ez már egy ceglédi csere, és Majas Korics tér vissza a pályára. És majd a dobó Kányási Veronikát is le fogják cserélni. Értelemszerűen ilyenkor azért nem jön az újabb csere. És mentem a ráadásra, és úgyhogy egy ilyen kevés pontos meccsen egy 3 pontos akciót nagyon-nagyon meg kell becsülni. És akkor Kányási Veronika helyén, 25-ösre,
Péter Alexandra, egy fiatal játékos a pályán. És akkor Szűcs Lilla kezében a labda. Pécsi 3-as! Pécsi 3-as! Zele Dorina! Szánya Mandic! Én lettem rosszul. Szánya Mandic a tripla szerzője. Ez most nagyon kellett, hiszen ugye... Azért nem hagyhatok, hogy a Cegléd ismét 3 pontra dobjon. Újabb 3 pontra vezessen, újabb támadás. Bajos Korics fejlőzi be az akciót. És akkor még egyszer könyveljük, hogy Szánya Mandic 3-asával zárkózott a Pécs. 11-9 jelenleg is 2-50 van vissza az első negyedből. Szánya Mandic nagy bújdosó Nóra mellett a dobocsán jó, és aztán kimarad az ígyszer. Jessica Caster összekapja a lepattanót. Szerencsére támadta tovább a penalt Pécs. Jessica Caster oldalról egy 3-as, ez sem jó. Én nem értem, mi van a dobásokkal. Ráadásul ugye a penalt egy nappal többet pihenhetett. Katona Szidónia menti meg, és Bajos Korics dobja be az újabb kosarat, úgyhogy Boris Majkovic pedig időkéréssel reagálja le az eseményeket. Igen, itt most már a Kányási Veronika féle 2-21-es akciónál lehetett érezni azt, hogy, hogy a Ceglédi oldalon valami elindult, és abból a pontszegény, abból a nagyon rossz dobásokat előidéző állapotból a Ceglédiek egy kicsit elmozdultak, és most gyakorlatilag 6-6 után sorra betaláltak, és 13-9 az állás, hogy az első triplára még Szánya Mandic tudott válaszolni egy három pontos, tehát az első három pontos Ceglédi akcióra Szánya Mandic még tudott válaszolni egy triplával. Most azonban azóta, hogy a 9-9 óta szerzett két kosarat is a Ceglédi, csak 4 pontot is a Ceglédi csapat. Úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy Boris Majkovics itt belenyúl, egy kicsit kátyúba került most a pécsiek gépjárműve, hogy így fogalmazzak. És közben nézem az eredményeket a többi pályán. Győr maga biztosan verte a Pécs Újbudát. 37. percben a Pink ZTE 55-59. Az egy izgalmas mérkőzés, és a fél időben maga biztosan 16 ponttal vezet a DVTK az MTK ellen. Azt gondolom, hogy a Győr és a Diósgyőr mérkőzésén igazából túl sok kérdés nincs. Abszolút papírforma eredmény, mint ahogy ugye Győrben már meg is született, és Miskolcon is abszolút papírforma eredmény lenne a hazai csapat győzelme. És akkor jönnek vissza a csapatok, az időkérdés, és a Pécs ilyenkor ezért nem ritka, hogy egy letámadással próbálkozik a élettanilag előnyben lévő csapat. Sennyi tisztél már a labdával, Szabimadics. Zene Dorina kéri a labdát, és inkább ad egy elzárást. Zene Dorina maradott Medgyesi Dórával, Szánya Mandic, most a passz, az remek kiszolgálás, és Zene Dorina szerez 2 pontot, már is 13-11 az állás, és bennül vagyunk az utolsó 2 percen az első negyedből. Medgyesi Dóra betörése, jó védekezést kapott Szánya Mandicstól, és Medgyesi Dóra kidobja a labdát. Úgyhogy támadhat a Pécs az egyenlítésért. A Ceglédi szurkolótábor pedig egy kis védekezésre buzdítja a sajátjait. Nincs már a labdával. Egy 3 pontos, ami jó is, és ezután már tényleg Zele Dorina. Így megelőlegezhetem a játékosainknak a 3 pontosokat, akkor én most végigmondom a csapat nevét komolyan. A lényeg, hogy 13-14, nem csak hogy egyenlít, hanem át is veszi a vezetést a Pécs. Katona Szidónia betörése, és a visszatérő Juhász Dorka mellett megszerzi első pontjait a Pinkkel 2 éve bajnoki címet ünnepelhetett játékos. Ugye Pinktől érkezett Ceglédre egy rövid kihagyás után. Szánya Mandic betörése, egy személyi hiba, ami nekünk ugye jó. Fiszter Alexandra nem tudott mit kezdeni Szánya Mandic, ugye ez említettem már, hogy jóval túl van a Cek a 4 csapat hibáján, úgyhogy ők jönnek, és akkor Fiszter Alexandra hagyja el a pályát, és visszatér. Ha jól látom, akkor 5-össel, ugye Kányási Veronika pihent egy kicsit az ifjú tehetség. Szolnoki nevelés egyébként. Büntető vonalon pedig ifjú szerb irányító, Szánya Mandic. Szűcs Réka készülődik pécsi padon, de még nem volt a pályán. Mandic is elrontja a második büntetőjét. 15-15
ezzel az állás, és megkezdődik a negyed utolsó perce. Nagy bujdosó Nóra beleáll a 3 pontosba, bent is van. De Norina kapott egy jó akadályozást Megyesi Tórától, és ezáltal maradhatott szabadon Nagy bujdosó Nóra. Szenya Mandics, jól érkezik Katona Szidónia rajta. Mandics egyénileg próbálja megoldani, be is tör és be is dobja ezt, ez szép egyéni akció volt. Szenya Mandicstól 18-17, és belül vagyunk az utolsó fél percen. Szűcs Réka most már nem fog az első negyedben bejönni, Megyesi Dóra labdával Skoricsnak. Megyesi még az itt van bőven támadó ideje a cetnek, 10 másodperc. Megyesi. Nagy bujdosó Nóra kapja, és jó a csapda, úgyhogy a Penat vezetett még 11-2 másodpercig egy akciót. Veszik a Caster, van még azért idő, nem kell elsietni. 5-4. Szenya Mandics belép, visszalépés, aztán nem dobja be. Itt már nem lesz idő újabb dobásra. 18-17 az első negyed végén a cetnek, mi pedig majd jövünk a második negyed felvételével, addig is jó szórakozást. És akkor indul is a második játékrész. Az első negyeddel kapcsolatban sajnos azt látjuk, hogy nagyon-nagyon belassult a helyi internet, úgyhogy én ezért bízom benne, hogy egy kicsit feléledve, hogy jobban használják egy kicsit, mint a meccs előtt. A második negyed kezdődik, közben Zele Dorina centerezik, de kimarad a dobása, lepördül a gyűrűről. Szóval remélem, hogy azért az első negyed felvétele viszonylag hamar azért fel fog érni. Szenya Mandicsra fújnak szemét, Dorka Szabolcs, és könnyen lehet, hogy ez két szegedi dobás fog eredményezni. Nem. Ez érdekes. Dorka Szabolcs oldalvonala tart, hogy oldalvonalról jöhet ugye a hazai csapat. Én szerintem ezt lehetett volna adni dobó mozdulatnak, de Cicás László sem érti. Nem tudom, hogy ilyenkor van-e bármi értelme lehet videózni, de nem. Alapvonalról jöhet végül is a ceglét, nem lesznek büntetők, ez nekünk jó. Az már kevésbé, hogy rögtön be is tudták játszani a palánk alá Kányásinak. Megyesi Dóra. Szélre Kányásinak nagy bujdosó. Szenya Mandics végül is megoldotta, viszont Nagy bujdosóhoz visszakerült a labda, Megyesi. 10 másodperc egy a támadó időből. Betörés és egy dobás, ami rossz. Ezek az első negyedben sem nagyon mentek be. Kányási próbálkozott. És akkor Szenya Mandics jöhet már. Raksányi Krisztina kezében a labda. És bent van Juhász Dorka, mint fiatal játékos. Megyesi Dóra majdnem megszerezte, viszont Jessica Caster feltesz és átdobja a gyűrűn. Nem volt igazán jó kísérlet. Megyesi, ez egy nagyon nagy passz volt, és én akkor egy rossz védekezés. Majd a Skoricsot találták meg teljesen üresen a Pécsi palánk alatt. Jessica Caster már a labdával. Ezt a kapályzárást. Ez az Eledorina próbálkozik egy 3 pontossal, volt rossz kísérlet. Így viszont a Ceglédé hiszen hozzáért a kampó szerkezethez, ami az oldal, tehát az alapvonal elhagyásával legyen. Szenya Mandics, én Szűcs Réka. Szenya Mandics pihenhet, vélhetően nem túl sokat. 20-17, az állás 8-15 van vissza a második negyedből. Katona Szidónia egyegyezi Jessica Castorra és megismeri. Ez szép volt. Ez mellett azért nehéz csak úgy elmenni, nagyon szép akciót vezetett Katona. Zele Dorina. Jessica Castor. Nem csorog be a labda, viszont megvan Castornek a lepattanó. Jessica Castor teszik fel, az már jó. Az már neki rutin munka. Végül is megszerzi a 2 pontot a Beat Pécs és amerikai játékosunk. 22-19 az állás, egy és fél perc negyedből. Megyesi Dóra, ez neki zicser, de Zele Dorina odaér. Zele Dorina itt most nem ért egyet cifrajátékvezetővel. Nekünk meg sajnos nincsen viccejátszásunk, én nem túl jó szögből láttam. Cifra Csaba elég jó szögből látta, én hiszek a nemzetközi szintű játékvezetőnek, úgyhogy bőven el tudom képzelni, hogy ezért Zele Dorina elérte a... Ezért Egli Siksniute készülődik a
pécsi csapatban, jelen a Maximovics pedig már be is állt a Ceglédiekhez, és akkor most jön Zele Dorina helyett, Egle Siksni óta, aki, ha emlékeim nem csalnak, akkor az első negyedet azt teljes egészében kihagyta, nem lépett pályára. Megyesi Dóra rontja el az első büntetőjét. És közben 61-67 lett a Pink és az ETL mérkőzése. Megyesi Dóra második büntetője már bent van. 23-19-re módosul az állás. Szűcs Réka. Most Szűcs Réka kezdi a támadásokat a Peac Pécs oldalán, Rosányi. Fölött keresztül az bizony, Rasányi Krisztina jó passz adott Juhász Dorkának, és hogyha Kányási Veronika nem húzta volna vissza, akkor ezt valószínűleg oda is ért volna. Ez a passz így azonban személyhibát vétett a hazaiak fiatalja, Sikni után, bár a bedobás után eladja a labdát, hát ez nagyon rossz passz volt, és most egy könnyű kosar egyszerű a számomra a Skori. És újabb időkérés. Boris Málkovics kikéri második idejét is az első játék részben, ami tekintve, hogy még gyakorlatilag 7 perc sem telt el a negyedből, azért egy elég kockázatos húzás, hiszen ugye innentől kezdve időkéréssel már nem fogja tudni lelassítani a ceglédi csapatot. Most látom, nagyon-nagyon lassan tölti fel a videót közben a hazai rendszer, úgyhogy ennek annyira nem örülünk, mert így érteten később fog felérni az első negyed. No mindegy. De akkor néhány szólt a Cegléd Európa Kupa szerepléséről. Ugye arról beszéltünk, hogy ők is selejtezőt játszottak, és egy nagy arányú hazai győzelem után egy két fontos idegenbeli vereséggel kvalifikálták magukat a csoportkörbe, és eddig két találkozót játszottak. A litván Szirénosz otthonában, majd hazai pályán a Spartak Moszkva Region Vidonye csapata ellen, hogy az orosz csapat teljes nevét kimondjam. Mind a két találkozót ugye megnyerték, és ezzel 2-0-val vezetik a csoportjukat. És jövő héten pedig a Maccabi Pnot Ashod csapata ellen fognak majd pályára lépni, méghozzá Ashodban, Izraelben, úgyhogy egy újabb külföldi túra vár a ceglédi lányokra. A Peac Pécs abból a szempontból majd egy kicsit egyszerűbb helyzetben lesz, hogy a városi rivális Pink lesz az Európa Kupa ellenfél, egy papíron nagy szinten idegenbeli mérkőzés, nem csak papíron, hiszen idegen csarnokban fogják vívni a találkozót. És akkor jöhet az időkérés után a Peac, Szűcs Réka, majd Jessica Caster koprodukciója hozza fel a labdát a támadó térfélre. És jól látom, Nagy Bújdoson úr már is visszakapott egy kis pihenőt, Jessica Caster, ő azt onnan azért elég jó százalékkal beszokta vágni, most nem sikerül, Juhász Dorkától pedig elveszik a labdát, és most egy gyors támadásra lehetett volna lehetőségem egyesnek, de végül is mondhatod, hogy nem vállalja be a betörést. Kapott elzárás sem. Kányási már a labdával, Megyesi. Nem volt szerintem túl jó passz, ez viszont annál inkább. Siksni út a szerelés, egy szabályosnak. Itt éli Gorka Szabolcs játékvezető, úgyhogy a Peac Pécs jöhet, viszont mi sem tudunk indítás gólt szerezni. Siksni út a centerezik, aszfalt. Jelen a Maximovicson, akinek ez a második hibája. És akkor így egészen biztosan két Siksni ülte büntetővel folytatódik majd a mérkőzés. 25-19 az állás és 6-21 a negyedből hátra lévő idő. Siksni ülte első büntetője jó volt. Második dobását. Ez rövid. A második büntetőkkel egy kicsit most hadilában áll a Peac ezen a mérkőzésen, viszont öröm az ürömben, hogy azért megvan a támadó lepattanó. És ezzel támadhatok egy ügyet. Juhász Dorka, kettő pontot ér a dobása, ha bemegy, nem megy be, és ráadásul Siksni út a palánk alatt szabálytalankodik. Úgyhogy a Cegléd hozhatja majd a labdát. 25-20-ra vezet a hazai csapat, 6-10. Lévő idő, ezeket nem biztos, hogy rendesen látszódnak a felvételen, úgyhogy ezért mondom el a kelleténél talán többször is. Nagy Bújdoson óra, így ezen a visszatért a pályára, egyesi. És egy 3 pontos Kányási Veronika.
28-20 az eddigi legnagyobb különbség. Raksányi Krisztina azonnal farag belőle, de ugye így egy ponttal tudta növelni a Cegléd a két csapat közti távolságot, 28-22. És akkor a Cegléd támadhat ismét. Skolics a labdával. Ez Dorka vele szemben megyesi. Nem volt a legjobb passz, viszont Maximovics-tól majdnem el tudta venni a labdát a Palaci, így viszont a lehető legrosszabbul jövünk ki a stációból. Maja Skolics szerzett 2 pontot, 30-22, ismét 8 ponttal. Differencia a két csapat között. Sisli után labdával. És akkor egy csere. Az a jó oldalon Serben Anett ér vissza, méghozzá jelen a Maximovics helyett. És akkor ilyen Licskai Zsófia is talán erre válaszul a Pécsi csapatban, Legle Siksnyi után helyett. Legle Siksnyi után ugye szerzett az imént egy pontot büntetőből, de azon kívül nem mondhatnám, hogy meggyőző volt a játékban. Sanyi Krisztina a labdával, 8 másodperc a támadó időből Licskai. Szép lett volna Szűcs Rékának a továltatat, de ezt azonban szépen olvasva a Ceglédi. Pont és itt Kányási. Raksányi Krisztina majdnem talán ki tudott volna harcolni egy támadó faltot, nem lett volna rossz. Így viszont akár a 10 pontos vezetésért is támad a Cegléd. Ott maradt Kányási, 3 pontos kísérlet. Nem 10, hanem 11 van közte. Egyelőre sajnos sokkal meggyőzőbb a Cegléd játék. 33-22, pont 50%-kal dobott több pontot eddig a hazai csapat. És ugye Boris Majkovics már nem tud időt kérni az első fél időben. Hátulében majdnem fél negyedben, 4-20 van vissza. És Jessica Kestertel elveszett a labdát. Kicsit a szétesés jeleit mutatja most a Peac. Ó, hát ez teljesen végleteti kiátszották. Nagybújdosó Nóra. Sokkal frissebbnek tűnik, sokkal-sokkal frissebbnek tűnik a Ceglédi csapat. Kicskai, ez sem jó. Boris Majkovics értetlenkedik, de maga Licskai Zsófia sem reklamál, úgyhogy nagyon az összességem egy jó ítélet volt, és akkor visszajön Egle Siksli után, és jön Szányi Vándics is. Szűcs Réka és Licskai Zsófia ülnek le. Időkérés Ceglédi oldalon. Oké, hogy a Cegléd fogja hozni a labdát, de mit, hogyha ezt az időt ezt most egy kicsit talán nekünk kérte volna a Cegléd, hiszen az, hogy lendületben volt a hazai csapat. Gyakorlatilag az utóbbi percekben a Peac sajnos hozzá sem tud szagolni az összecsapáshoz, mint támadásban, mint védekezésben. Sőt, ugye a támadásban az eladott labdákkal az dobások után itt rendben. Gyorsan meg tudott indulni a Cegléd. Úgyhogy nem áll túl jól most a Peac Pécs színája. Mindent elmondott itt az utóbbi egy-két percről, hogy Boris Majkovics is ülve figyelte az összecsapást. Reménykedjünk minden esetre a jobb folytatásban. És akkor már ennyire kiválóan játszik Kányási Veronika, mondjuk el róla, hogy tavaly még az amatőr női bajnokságban játszott, 14 meccsen összehozott egy több mint 20 pontos átlagot, és emellett tagja volt 3x3-as U18-as Európa bajnok, valamint VB bronzérmes válogatottnak, azért ez nem rossz ajánló levél, és tagja volt a Sopronban az EB 5. helyezett U18-as, bár ugye 5 elleni nagy válogatottnak, úgyhogy nagy pályás válogatottnak. És az eddigi 6 bajnoki 9 pontot átlagolt U20-as játékosként. Ha valaki, akkor ő abszolút él az U20-as szabály adta lehetőséggel, hogy neki többet kell játszani. A nagy bújdosó maradott. Pontatlan a dobása. 35-22, 3-40 van vissza, és akkor Szánya Mandics labdával Egle Siksti után. Jessica Kester maradott teljesen üresen, és bent is van. Hát ez nagyon kellett azért itt a feketemezes csapatnak. Nagyon-nagyon kezdett távolodni a Cegléd, így feljön 10 pontra, 35-25. Pazar 3 pontos volt Jessica Castertől, és hát azt gondolom, hogy egy húzó embertől, légióstól ilyet várhatunk el, hogy akkor nagyon nem megy a csapatnak, akkor ott van és bevág egy ilyen szituációt, hogy bemutat egy ilyen bravúrcsik, és miután blokkolja,
Megyesi Dórát, és ezzel lepereg a Cegléd támadó idejének a maradék része. Jelen a Maximovic tér vissza a pályára, Serben a net helyett. Talán ez volt az első ilyen védekezése a Pelasznak, amikor 24 másodperces támadásra tudta kényszeríteni a Ceglédet, úgyhogy ráadásul el sem jutott dobóhelyzetig a hazai csapat. Mandic már, és ez egy személyi hiba. Ezzel igazából különösebben nem lehet vitatkozni, Kányási Veronika kapta. Szánya Mandic már, és teszik a kasztot. Labdával. Vász. Kicsit korszerű labdavezetés volt, hogy úgy mondjam. És aztán visszakapja a labdát a Pelasz Pécs, úgyhogy 14 másodperce marad még. Mondjuk finoman szólva egy lépésgyanús, vagy hát nem lépésgyanús, hanem borításgyanús volt Juhász Dorka labdavezetése, de nincsen, nem vették el a játékvezetők. Kaster. Beleáll a tempóba. Juhász Dorka lemarad a lepattanóról, pedig nagyon jól helyezkedett a fiatal játékosa. Jessica Kaster most kiugdik. Nem tudta elhozni a labdát, viszont szerintem nem alakult ki létszámfölényes szituáció Cegléd oldalon. Megyesi. Ez viszont cél, hát ez viszont nagyon jó játék volt, hogy Gulbisonóra. Nem az első eset sajnos, hogy lenullázzák a perc védekezését a Ceglédiek, Sisni után. Jön a csapda, és jön a dobás Palánkoson. Így illik, szép volt. 37-27. És ez is nagyon-nagyon kellett. Azért ez a 10 pont, ez Nikon lélektani határa különbséget tekintve. Nagyszerű játék, hát ezek a húzások, ezek itt Ceglédi oldalon, igaz, hogy egyszer-egyszer ilyenkor meghalnak a szépségben, de igencsak pompás akciókat vezet a Ceglédi csapat. De költek szem egy gyönyör köthető, még semleges szurkolóként, és az lenne, Juhász Dorka centerezi be magát a büntető területen belülre, és aztán kiarcol egy személyhibát, amit jelen a Maximovic követett el, akinek ez a harmadik faultja. Juhász Dorka első büntetője kimarad. Nézzük a másodikat, az már jó. 37-28 ezzel az állás, és 1.45 a negyedből hátralépő idő. Támadó hívát fúj Gorka a játékvezető jelen a Maximovicsra, akinek ez a negyedik faltja. Hát így biztos, hogy ezen a mérkőzésen nem fogja növelni a játszott perc átlagát. És ami érdekes, hogy Citás Lászol nem cseréli le centerét. Most Egles Isli útén van. Ha így játszik Maximovic, akkor nem tudom, hogy az lenne a legjobb, hogyha a pályán maradna, vagy az lenne a legjobb, hogyha nem. Szenya Mandicsova egy elképesztően rossz kísérletet, elnézést és kér a társaitól, viszont így nem maradt arról, hogy Megyesi Dóra megindul. Ez viszont szép szerelés tőle, Raksányi Kriszt az ígyszerben be is dobja! 37-30 ezzel, és 1.05 a hátra lévő idő. A negyed végén egy picit a Pelasznak jobban összejönnek a dolgok. Tudunk is faragni a hátrányból, ami természetesen nem baj. Rossz labdavezetés. Maximovic eddig nem mondanám, hogy túl nagy hasznára van a Ceglédi csapatnak. Nem is értem, hogy miért tartja bennék Cicás László. Beleért egy Ceglédi kéz a labdába, úgyhogy 14 másodperc lesz a perc támadó ide, és az alapfonalról jöhet. A csapat 41,5 másodperc van még vissza a negyedből. A Ceglédi sportcsarnok Jónát kapcsolatának a hiány, ez a mérkőzés, ez nagy valószínűséggel csak felvételről lesz láthatva a YouTube csatornán, amiért természetesen elnézést kérünk. És másodszor sem sikerül közben Mandicsnak bedobni az alapvonalról a játékszert. A harmadik próbálkozás. Kányási blokkolt két alkalommal is. Viszont nem volt túl jó helyzet, hogy bekerült egy csapdába az irányítónk, és meg is szerzi a időt kér a Ceglét, ugye a Cicás Lászlónak még volt egy időkérése,
és a hátlévő 37,5 másodpercben az még biztos, hogy a Peas Pécs is fog majd tudni támadni egyet. Attól függ, hogy, itt, hogy a Cegléd tudnak kettőt, esetleg az nyilván attól függ, hogy itt a, ezt az időkérés utáni opciót, ezt milyen gyorsan fogják dobással befejezni. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy itt a negyed vége az már több mint vállalható kategória a Peac részéről, de amit itt a negyed közepén nyújtotta az együttes, az negyed első felében nyújtott az együttes, és az nem volt igazán jó. Nagyon-nagyon fásultnak, dekoncentráltnak tűntek a lányok. Sokkal frissebb, meg gyorsabbnak látszott a ceglédi csapat. Úgyhogy azért bízunk benne, hogy a második fél időben még végig nyílt mérkőzés lesz, és esetleg a Peac dobó formája például fel tud javulni annyira, hogy be tudjuk húzni ezt a mérkőzést. Óriási eredmény lenne. Már az is nagyon komoly eredmény, ugye, hogy az első 6 bajnokit lehozta veretlenül a Peac Pécs, azért voltak bőven olyan találkozók, amiben benne volt a buktatónak a lehetősége. És lassan jönnek a csapatok, Megyesi Dóra gyakorlatilag onnan dobja be a Peac kispad elől, ahol Szanya Mandicsot az imént lecsapdáztak. És Koricz már is vissza Megyesinek. Katona Szidónia is bent most, Egle Siksnyi útére viszi rá a labdát, aztán kisobó helyzete. Próbál sokat passzolni a Cegléd. Peac Pécs most jól követi, de nagy bújdosó, 2 pontos. Rálépett a 3 pontos vonalra, úgyhogy Dobási csak 2 pontot ér, viszont jó volt a dobása. Szanya Mandics betörése. Kezdi Kastör, 4 másodperc, 3, lassan majd dobni kell. Az kimarad, Juhász Dorka még egyszer nem tudja már feltenni, de kár ezért a dobásért. 39-30 ezzel az első fél idő eredménye, úgyhogy hát akkor jövünk vissza a második félidővel és a harmadik játékrészre. Csak abban bízhatunk, hogy a Peac Pécs mit támadásban, mit védekezésben jobban fog teljesíteni a második 2/4-ben. Addig is a viszontlátásra, viszont hallásra. Pillanatokon belül kezdődik a Cegléd Peac Pécs második fél ideje. A harmadik negyede 39-30-ról folytatódik a találkozó, és akkor most már biztosan a ceglédi csarnok nagyon-nagyon gyenge feltöltési sebessége miatt ezt a meccset csak felvételről fogjuk tudni megmutatni sajnos a YouTube csatornán. Szanya Mandics labda szerzésével indul a második játékrész. És bent van Zele Dorina is. És Majas Koricz szabálytalankodott az imént. Amit pontosítottunk még a fullcourt statisztikában, hogy jelen Maximovics nem 4, hanem csak 3 személyhibával rendelkezik, úgyhogy valószínűleg ezért nem is hozta le őt Cicás László a meccs, illetve az első fél idő végén. Szanya Mandics, hogyha jobb labdát kaptál, el is tudta volna dobni a 3 pontost, azonban betör, és lecsorog a labdája. Pedig Katona Szidónia itt most az égvilágon semmi különlegeset nem mutatott be védekezés címén. Tőle aztán lehetett volna még nagy bújdosó Nóra. Ez a Cegléd egyik gásza. Nagy bújdosó Nóra eddig. Szanya Mandics már a labdával, Roksányi. Leteszi Licskainak, Licskai védelemmel áll lesz szembe, Katona Szidónia, aki egyébként az egyik legjobb barátnők a pályán kívül. Most azonban Licskai Zsófia szerzett nagyon fontos 2 pontot. Nagy bújdosó. Szanya Mandics, mint hogyha egy kicsit megtámasztotta volna, de nem fújtak a játékvezetők. Megyesi Dórára viszont már igen. Megyesi Dóra faltolt. Ez egy jó mezőnybeli falt volt, mert akadályozott egy esetleges gyorsindítást, úgyhogy simotta a kukönyfont. Szanya Mandics már a labdával. Szanya Mandics betör a teljes ceglédi védelet nem közébe tudott jutni Szanya Mandics, és végül is Katona Szidónia állította meg szabálytalanul. És ami egyébként rendkívül érdekes, hogy nagy bújdosó Nóra meg 13 pontnál tart, viszont ezzel a 13 ponttal csak volt versenyben a legeredményesebb dobója a Ceglédnek, hiszen Kányási Veronika is
ugyanennyi pontot szerzett az első fél időben, illetve... Sanja Mandić értékesít 2 büntetőt, 7 pontra zárkózik a Beac. És akkor Megyesi Dóra kezében a labda. Katonok. Dinamikusan betör Megyesinek vissza. Hát igen, szerintem még válogatott is Gorka Szabolcs, hogy kinek fújja a személyével, Zene Dorinának fújja. Szerintem legalább 2 szabálytalankodtak a Cegléd irányítójával szemben. Na már Fenyesi Veronikánál elmondtam, hogy az U18-as 3x3-as válogatott tagja, akkor Megyesi Dóránál pedig el kell mondani, hogy a felnőtt 3x3-as válogatott tagja, többként volt a kínai világbajnokságon is. Most viszont csak egy büntető dobott, 42-34-re támadhat a Pahac, 8-7 van vissza. Licskai Zsófia, hát ez átdobta, gyűrűt sem ért a dobása. Katona Szidolia sem célzott pontosan. Szanya Mandić már a labdával, most gyors támadások, tehát pontatlanul tüzelnek a csapatok eddig, ez személy. Katona Szidolia tette ki a csípőjét. A hazai közönség úgy érzi, hogy kicsit túlreagált a pécsi játékos ezt az ütközést, de én azért biztos vagyok benne, hogy volt ott bőven szabálytalan kontaktus. Serben Anett jön Katona Szidónia helyett a pályára, és Katona Szidóniának rossz dobása volt, fajta volt, beültet egy kicsit Cicás László. Zene Dorina már alulról találja el a palánkot, ez pedig nagyon-nagyon ritkán ér pontot, most biztosan nem. Csak egy sziklát, Megyesi Dóra. Úgyhogy 11 pontra nő a két csapat közti távolság. 4-23 van vissza. Eszter. Beleáll. Azt szerintem be lehetett volna fújni személyi hibának. Ezért bőven előre mozdult a ceglédi védőjátékos. És azon Zene Dorina fajtolja Megyesit még dobás előtt, és Boris Márkovics feltöltődött a fél időben a Pahac Pécs időkérési lehetőségeinek a csomagja, úgyhogy most egyetlen is használ Boris Márkovics. 45-34, tehát az állás is 7-13 van vissza. Lehetett látni a Pahacnál itt a negyed elején némi fellángolást, volt itt azért, ugye feljöttünk 7 pontra, 8 pontra, aztán most megint csak 11 van közte. Elnézést. Úgyhogy egyelőre inkább olyan mederben folytatódik a találkozó, mint a második negyedben. Remélhetőleg Boris Márkovics azért ki fog tudni találni valamit. Van még azért vissza 17 játékperc. Én nagyon bízom benne, hogy azért fel fog tudni javulni a csapat a végére. Pahac Pécs egyébként 6 forduló után ugye eddig veretlen a bajnokságban, és Jessica Custer hozta a legjobb pontátlagot, 18,5 pontot szerzett meccsenként, mellé 7,5 lepattanót is, szóval nem is jár olyan nagyon messze dupla-dupla átlagtól, és mellette majdnem 5 faltot kisharcolt meccsenként. Ami még érdekes, hogy Sanya Mandić csak 6,5 asszisztja van eddig a bajnokságban. Akkor folytatódik a találkozó. Megyesi Dóra kezében a labda. Húzosó. Gyakorlatilag a legjobb ötösében a Feta Cegléd, és most Jessica Custer szép megelőző szerelése. Sányi. Jó, a 2-2 Licskai lép. Én már azt hittem, hogy esetleg ellépte, de Gorka Szabolcs megkegyelmezett a pécsi játékoson, a ceglédi szurkolók is úgy érzik, hogy Licsi ellépte, és ráadásul büntetőket ítélnek. Ami érdekes, hogy ez egyszerűen megkezdte a dobó mozdulatát Licsi. Jó az első. És jó a második is. És
kell javítanom magamat, hiszen nem azért kapott két dobást a Pelsz, mert megkezdtem erre dobó mozdulatot, hanem azért, mert megvan az öt csapat hibája a ceklétnek. Pelsz oldalon kettő van eddig. Egy búdosó, bele is áll a dobásba. Most nem volt jó, és Jessica Kester ügyesen zárt a kis koricsot. Rossz azonban ez a passz. Zele Dorina nem tudta jól átvenni a labdát. Visszatért katon a Szidónia. Kányás itt váltja volt a Zegvédi oldalon, és akkor Megyesi és katona hozhatja a labdát. Hát eddig magabiztos a Ceglédiek játéka, magabiztosabb a játéka, és hát a különbség is. Ez most bizonyítja Raksányi faltól, még időben. És akkor ez a harmadik pécsi csapat falt. 6-22 a negyedből és 45-36 az állás. Csapdát próbálok meg megyesedni, Szennyel Nadalic pillanatra meg is szerezte a labdát, így viszont lehet, hogy még a Pelc jön ki rosszul a helyzetből, de nagy bújdosó kiadja a három pontost. Kaster hozhatja már a labdát, Maximovics fog visszajönni a Zegvédi csapatba. Licska és Serbán birkóznak, játékvezetők engedik, most ezt viszont már nem. Váltás után Serbán a nettet lehet megszabálytalannak. Azt gondolom azért ez érett ez a fajta tennél a Pelc támadásnál, és akkor most jön vissza majd Maximovics. Azért még szabálytalan, akkor most Serbán fogja váltani. Az erős testalkatú Ceglédi center. Jessica Kester a büntető vonalon. Az egyik Ceglédi szurkoló azt mondta az amerikai léggyorságnak, hogy csúnya vagy kihagyott, szerencsére egyik sem igaz. Mert van mind a két büntető, úgyhogy újra 7 ponton a mérkőzés differenciája két csapat között, a Megyesi. És önbe megy, talán egy picit több, mint a többet lépett volna, és Katona bevágja a hányat. Eddig a Pelc Pécs összes feltárkozási kísérletét visszaveri a Ceglét. Szanya Mandic nem tudja megmenteni a labdát. Mert a Cek 10 pont van köztet. Nagy búdosó, nincs egy gyors dobás. És Kicskai most Maximovicsra birkózik a palánk alatt. Megyesi. Megkapja Maximovics és megdobja. Úgyhogy 50-38, újra 10 ponton kívül a két csapat. Zele. Pontot van a dobása. Hát így nehéz lesz. Megyesi már a labdával. Katona ismét elvállalja. Ez a dobás az már jóval pontatlanabb. Szanya Mandic a lepattanó után. Megkapja a labdát Licskai, és az bent is van. Na, ez nagyon kellett. 50-40. De még így is 10 pont. És 4-24 a mérkőzés, illetve a negyed végéig. Katona. Próbál betörni Jessica Kester mellett, és Jessica Kester már csak szabálytalanul tudja megállítani, és ráadásul azt mutatják a játékvezetők, hogy későn, tehát büntetőket kaphatnak a Szidónia. Licskai Zsófia helyén Egles Iksni úte. Egles Iksni úte eddig elég keveset játszott a második negyedben, és akkor sem volt túlságosan hasznos tagja a Pelc Pécsnek, ugye. Szerzett 3 pontot, de azért volt eladott labdája, rossz passza, kihagyott büntetője, úgyhogy Eglének is azért lenne hova javulnia. Katona Szidónia kihagyja az első büntetőt. És 4-15 a negyedből. Szanya Mandic, Katona Szidónia fogja irányítani.
utat, Egles Sisti utat, Kester. Kester át suhan a védelmen, és aztán dob egy szép 2 pontost. 10 ponton belül, 21-42. Késő hajon úgy ment át Kester a ceglédi védőkön. Egyesi, Szenya Mendis jól követte, de meg van a dobóhelyzet, Megyesnek kihagyja, Szenya Mendis pedig szépen zárja ki emberét. Úgyhogy ismét a perc jöhet. Most megvan a dobóhelyzet, el is vállalja a 3-as, de nagyon rossz a hosszú a dobása. Egészen pontosan. És feldobás, de Dorina és Nagy Bújdosonóra verekedtek meg a labdáért. A feldobás kedvezményezettje pedig a vendégcsapat, azaz a Peac. Szenya Mendics oldalról hagyja a labdát majd. Kester. Kester. Szép betörés és egy újabb remek játék Jessica Kester. Észerülök ezért a időt is kér a ceglér. Jessica Kester az első fél időben azért nem tartozott a legjobban dobó játékosok közé. Ugye 3 pontosainak a fele beesett, igaz, hogy ez 2 próbálkozásban egy sikeres kísérletet jelent. Viszont a 2 pontosok terén csak 5-ből 1 ért be, és a büntetőket is 50%-osan dobta, 2-ből 1-et értékesített. 3-15 van vissza, megint 7 pontra jött fel a Peac, 51-44-re. Úgyhogy az utóbbi percekben most már egy picit megint megakadt a Cegléd gépezete, és elkezdett azért feljebb jönni a Peac. Ennek köszönhető, hogy Cicás László és Áron Barázsné megpróbálnak belenyúlni a mérkőzésbe. És akkor pillanatokon belül jönnek is vissza a csapatok. A játékvezetők már készen állnak, a Cegléd is lassan készen áll. Visszatért Katona Szidónia, visszatért Skorics, Nagy Bújdosó, Maximovics és Megyesi. És nem nagy meglepetésként Megyesi fogja elvégezni az alapvonali bedobást. Pécsi oldalon Siksni Ute, Zele, Raksányi, Kester és Mandics vannak fent a pályán. Elmondhatjuk, hogy nem történt csere. Majd most fog történni csere Ceglédi oldalon. Először érkezik a pályára 21-es Rutter Zsoka, ez egy nagyon rossz védekezés. Ez egy nagyon rossz védekezés, és jelen a Maximovics talál be. Én ezt nem is értem, hogy hogy maradhatott ennyire üresen. Ez váltásnak volt köszönhető. Sajnos nem az első ilyen eset itt a mérkőzésen. Kester. Kester. Raksányi Krisztina. Mert is van. Nem volt már sok hátra támadó időben, itt belül voltunk az utolsó 5 másodpercen. Pontos pontokat szerzett a Peac csapatkapitánya. És akkor már Megyes jöhet. Ő a 7 pont a különbség, Maximovics. Katona. Közik Skorics dobja le 3 pontos, ez rát. Én úgy láttam, hogy rövid lesz a dobás, de... Én úgy láttam, hogy rövid, de Skorics alaposan rám cáfolt. 56-46. Kezdődik az utolsó 2 perc a harmadik negyedben, Mandics. Rossz a dobása, viszont Maximovics kiüti a labdát, egy kicsit túlságosan is ki. Támadhat újra a Peac, már csak 7 másodpercig. Siksni Ute támadó hibát fújnak el, Katona Szidónia harcolta ki. És nem is reklamál senki a pályán, úgyhogy sok kétség nem férhet ahhoz. Általában ugye ilyenkor a reakciók azért nagyon sok mindent elárulnak egy ilyen szituációban, és reklamálás, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem érdekli esetleg az eset az emberek. Maximovics partner együtt közben. Katona Szidónia dobása még kimaradt, azonban Maximovics szedte össze a lepattanót, és Siksni Ute a faltól a dobás közben. Boris Majkovics le is hozza a pályáról. Visszajön Licska és Zsófia, és Nagy Bújdosó Nóra helyén a pályán először 21-esen Rutner Zsóka. És akkor plusz egy büntető Maximovicstól. Csicsni után most
nem végzett túl jó a center munkát, hiszen átengedte a lepatonot, és amikor már nem volt szabad, akkor jutott oda. Kester. 13 pont a Szegléd előnye. Nincs. Nincskai Raksányi a sorokból. Nem jó a 3 pontos. Kísérlet, úgyhogy a Szeglédiek már növelhetik az előnyüket. Rutner kap jól, de hát nem merre betörni. Csak lassan vette át a játékszert. Korics, mint egy picit sokáig tartózkodott volna bent a palánk alatt. Most Rutner eldobja. Hideg kézzel beszédül a dobáktal. Rutnernek a legelső dobása volt a mérkőzésen. Most kállt be a padról. Ez azért sok mindent elmond a két csapat dobó teljesítménye közti különbségről. Boris Majkovics ez pedig közben veszekszik a jury asztallal, talán kért egy időt, és nem adták meg neki, vagy nem vettek észre időben. Lépési bazánja már nincs rá. Úgyhogy jöhet a cek, 15 ponttal vezet a Cegléd. Sajnos ez a harmadik negyed, ez egyelőre nekem nem azt mondja, hogy meg fogja tudni fordítani a piaca találkozót. Aztán persze ne legyen igazam. Ugye női sportról van szó, szóval ez azért ad egyfajta szeszélyességet, de itt most a második negyed elejétől kezdve gyakorlatilag végig sokkal magabiztosabban és jobban játszik a szeglédi csapat. Skorics betör kosárra, teszi, ez azonban most kiperdül, azért minden nem papsolt. Pedig igazából egy csak kellett sok, Jessica Kester betör, és bedobja. Aztán még néz a játékvezetőkön szúros szemmel, hogy hát esetleg egy faltot ki tudott volna harcolni, de ez most nem az a szituáció. 61-48, 12 másodperc a negyedből, ez a negyed is nagyon gyorsan elment. És sajnos tovább növeli a Cegléd az előnyét, tehát minden negyedet megnyer a zai csapat. Ez most nem jó, Nicskai nem fordul palánkra, kapott egyet a arcára. Remélhetőleg ezt nem fogja akadályozni a negyedik negyedben. A nagyobbik gond viszont az, hogy 61-48, és ezt a negyedet is megnyerte 4 ponttal a Cegléd 22-18-ra, és akkor következik a negyedik játék, és hamarosan. Itt mindenféle sorozatokról beszéltem a mérkőzés előtt. Elképzelhető, hogy a Cegléd sorozatai fognak tovább tartani, hiszen 13 pont, ez azért egy negyed alatt ledolgozni, ez egy nagyon-nagyon tetemes különbség. Ceglédi közönség is most már teljesen belelkesült és átszellemült itt a meccs eleje óta, és folyamatosan buzdítja a kedvenceit. Katona Szidónia megveri Szanya Mandicsot, aztán kipattan a kezéből, kiperdül a kezéből a labda, kicsúszik. Szerencsénk volt most egy picit. Szanya Mandicson már múlott az, hogy megvan a dobó a helyzet. És a Mandics kezében a labda. Elég keveset is cserél a pelacpics, igazából Füredi a kiesésével nincs túl, de alapból lecsökkentek a mozgásterei Boris Majkovics döntett rá, de úgyhogy Egnesics Newtema gyakorlatilag nem sokat tett hozzá. Jessica Kester, ő viszont annál többet, 16 pontnál jár a pelacpics, amerikai gólzsák, ki azt gondolom, hogy a gólzsák az egyáltalán nem túlzó kifejezés, akár a mai meccsre, akár az egész szezonra vonatkozó, a maximum visszaterezik Vicskain. Kipeszi Katona, teljesen üresen dobhatja, és be is dobja. Azt gondolom, most már látjuk, hogy Katona Szidóniát miért hívták meg a válogatott bőkeretébe. Nagyon-nagyon veszélyes, gyilkos dobásai vannak kívülről. Mandics leperdül a dobása, Licskai szedi össze, úgyhogy visszateszi, és egy személyi hiba lesz. Méghozzá Rupert Zsóka. Ez lesz az első faltjában, egészen teljesen biztos vagyok. 64-50 a zállás, amikor Licskai dobhat két büntetőt, és belül az utolsó 9 percen a mérkőzésen. Az első jó volt. Ledobja mind a kettő, Licskai Zsófi, 64-52 az állás. Katona Szidónia, Jessica Kester most nem tudja megvenni egy-egyben. Ott van viszont az állás Maximovicsnak,
Maximum is kiperdül a dobása. Már ott az utolsó félkörön belül kapta meg, miközben Sanya Mendes kezéből ütik ki a... De hát szóval Maximum is az utolsó félkörön belül kapta meg, úgyhogy a támadók már egészen biztosan nem fognak fújni a játékvezetők. Végül, hogy ez most már évek óta az ott egy ilyen szabad terület. Ilyen szempontból. Hiszen 8 másodpercig támadhat még a Pehaszlicskai, megkapja. Lehet, hogy ez egy rövidebb támadás lesz. Én itt Nagy Bújdosó Nórára fújtam volna egy személyhibát. Szerintem a Nagy Bújdosó keze miatt sikerült úgy a dobása, hogy a játékvezetők viszont máshogy ítéltek, azaz nem ítéltek. Ott van a Szidónia. A 2-2 Maximovicsal, aki megveri a Legorinát, és aztán dob egy könnyű kosarat. Juhász Dorka és Egle Siksni ültem melegítenek közben a kis pad mögött. Jessica Kast áteszi. Ez így nem. A Ceglérnél alatt, de 66-52. Ez a baj, hogy a meccs tendenciája a második negyedtől egyre inkább nő a különbség. Jön biztos Kolicsa hazai csapatban, és aztán a két melegítő játékosunk pedig felhatsz oldalon, Juhász Dorka és Egle Siksni után. Siksni útének egészen rossz meccse van, és a Juhász Dorka sem tudott eddig túl sokat hozzátenni, pedig ugye neki azért már volt többször, most például elengedik Katona Szidóniát, és lenullázzák a felszédelmét. Nagyon szorít, szerintem újabb pontokat. Boris Vajkovics hívja magához a Feac Pécset. 68-52 az állás, 7-44 van vissza a negyedik negyedből. Én azt gondolom, hogy a második negyedtől kezdve teljesen esélytelen a Feac Pécs ezen a mérkőzésen. Hát nagyon játszik a Cegléd. De a pécsi helyi napilap beharangozójában olvastam, hogy ezt a Ceglét valójában mégsem olyan erős csapat, esetleg túlzó itt a Mikkelni 30 pontos különbség. Hát erre valós alaposan rácáfolnak a ceglédi lányok, nagyszerűen teljesítenek itt a mérkőzésen, és tényleg, mint hogyha egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolva játszanának a második negyedtől kezdve, de ne felejtsük el, hogy az első negyedet is megnyerték 18-17-re. Hogy eddig sok hiányérzete nem lehet a ceglédi szurkolóknak, akik hangosak és szimpatikusan buzdítják a ceglédi csapatot. Pécsről érkezett szurkolóknak pedig sokkal nem lehet eddig az önömre. Nem túl vidám eddig ez a vasárnap este itt a pécsi küldöttség számára, vagy küldöttségek számára. Cegléd egyébként tavaly óta nem túl kedvező, nem túl örömteli helyszíne a Peac Pécsnek, lévén, hogy a bajnokság elején egy nagyon nagy arányú vereséget szenvedett itt a csapat. Ha jól emlékszem, akkor 71-52 volt annak a mesnek a végeredménye. Nagyon megverte ott a Cegléd a Peacot, és hát 14 pont van közte, van vissza még 7,5 perc. Nagy Bújdosó Nóra labdát szerez Jessica Kastner. Adott most rossz passz, Nagy Bújdosó, Skorics vissza Nagy Bújdosónak, és Nagy Bújdosó megdobja, bár Siksi ülte, majdnem visszaért, de érdemben nem tudta már megakadályozni a hazaiak újabb pontjait. 70-52. Most már azt gondolom, hogy itt a 70 dobott ponttal kifejezetten jól dob a Cegléd, és Peac Pécs pedig nem tudja ezeket a dobásokat hatástalanítani, elkerülni, kivédekezni. Törlést kérnek a játékvezetők. A törlő kislányok nem túl nagy meggyőződéssel jönnek be, mert ugye nem volt rájuk még szükség eddig, pedig hozzá kell tennem, hogy nagyon meleg van itt a csarnokban. Szerintem a sportcsarnokokban, ahol eddig jártam, nem volt még ilyen magas a hőmérséklet. Törlés sikeres. Szűcs Réka Szanya Mandicsaiére a Peac Pécsben. És hát, hogyha 13 pontnál azt mondtam, hogy ez egy tetemes különbség egy negyedre, akkor a 18 az ilyenél is sokkal tetemesebb. Juhász Dorka kicsit bizonytalanul vette át a labdát, Siksni úte bedobja. 70-54. Az imént cserélték be őket, a kettőjöket egyszerre. Most egy szép összejáték volt, mert egyesünk kap egy nagy labdát, Szűcs Réka. Szűcs Réka véletkezett rosszul, nem tudta lekövetni, mert egyesült, és az eltárásból megyesült.
szerzett 2 pontot, úgyhogy újra csak 18. Valamint össze Jessica Caster, Johannes Dorka, ez bent van. Bent van, csak hát amíg nem tud jó védekezéseket bemutatni a playoff pitch, addig nem fog csökkenni a különbség. Még akkor sem, hogyha fel a cutkosod akar dobni. Meggyesi. Nagy bújtosó Szücsréka megint rosszul védekezik, megint rosszul segít oda, és Meggyesi. Meggyesi góra szerez, most két kosarat gyors egymás után van. Szücsréka mutatott be kétszer nagyon rossz védekezést. És Juhász Dorkát előzi meg Katona Szidónia. Teljesen szétesett most a peac. Raksányi Krisztina szabálytalankodik. Szeglédi közösség egy része sportszerűtlen reklamál, de azért azt tegyük az, hogy itt Raksányi védő pozícióban volt, és nem is utolsó emberként ütött oda, úgyhogy ez egy sima falt felelt meg. Újabb Szeglédi. Hát Bajas Korics nagyon-nagyon könnyedül szerzik a pontjaikat a Szeglédiek. És ahogy a helyi angos beszélő is emlékezteti a nézőket, 20 pont van közte, 76-56 a mérkőzés állása. Raksányi Krisztinával szemben szabálytalankodik Maximovics, akinek már az első negyedben, vagy az első fél időben megelőlegeztem a 4 faltot, most már biztos, hogy ez a negyedik hibája. És akkor Raksányi jöhet oldalról. Maximovics nem is egyszerűséggel kitolta, rossz a passz. Nagy bújdosó góra szerzi meg a labdát, kiszámíthatóan lassan játszik a talapkét, aztán Juhász Dorka teljesen értelmetlenül utolok Katona Szidóniának. 78-56 az állás, és Katona Szidónia dobhat még egy büntetőt. De valakinek itt esetleg 18-nál lett volna kétsége, hogy ez a mérkőzés eldőlt, és még esetleg vissza tudnak jönni a pécsi lányok. Én azt gondolom, hogy most már szakadéknyi távolsága két csapat között. Katona Szidónia. 23. Mondanom sem kell, hogy a mérkőzés során a legnagyobb különbség eddig. És akkor innentől azt gondolom, hogy is rá lehet pihenni a Pink elleni Európa Kupa mérkőzésre. Közben fújnak egy védőfaltot Maximovicsra, és akkor, hogyha jól vezetjük a faltokat, meg a full court is jól vezeti a faltokat, akkor neki ki kell pontozódnia, így is van. Jegyzőkönyvet vezető hölgy már mutatja is, hogy Maximovicsnak ennyi volt a mérkőzés. Serben a net érkezik a helyére. Maximovics ott vastaps kíséri le a pályáról. Szanya Mandics fog visszatérni a pályára. Raksányi Krisztina kezében a labda, 7 másodperc játékra, és Siksni út a ketten védik, Juhász Dorka megpróbál nagybújtosó Nóra mellett betörni, és aztán egy kicsit kilátástalan helyzetből, de bedobja Juhász Dorka. Gyönyörű kosár volt, meg kell hagyni. Még egyszer mondom, a kosárszerzés az talán annyira nem rossz, de amit védekezésben bemutatunk, itt a 79 kapott pont 3,5 negyed alatt, az egyszerűen sok. És Juhász Dorka. Juhász Dorka volt a szenvedő fel, és egy támadó hibát ítélnek Sherman Anetre a játékvezetők. Szanya Medics Öszücs Réka helyett. És akkor Jessica Caster bedobásával folytatódik a mérkőzés. 4.49 van vissza, és 4.58 az állás. Juhász Dorka, ő nem fog tudni kosarat szerezni, ellenben azt gondolom, hogy kihozta a maximumot ebből a szituációból, hiszen Serben Anetre fújnak egy személyi hibát, és mivel ugye megkezdte a dobó mozdulatot, ez egyébként teljesen esélytelen dobó mozdulatot, de így büntetőket dobhat majd a Tavac Pécsi fiú reménysége. Bent is van az első, 20 pontra jön vissza a Tavac Pécs, furcsa és meglehetősen idegen ezt kimondani. Juhász Dorka mind a két büntetője jó volt, 79-60 ezzel az állás, és akkor 4.45 van vissza. Ott van a Szidónia a labdával. Ott van a...
Szanya Mandic szúr oda, és ez pont elég, hogy megakadályozza. Tehát elengednek egy faltot egy előny hátrányel alapján. Játékvezetők Mandic, Siksni úte, Kaster. Úgyhogy most már így gyorsan kell befejezni a támadásukat, hogyha Pelcvics még szeretne valamit ezen a mérkőzésen. Védőhibát fújt Gorka Szabolcs játékvezető. És szerintem Serván Anett kapta. Full court is késik egy kicsit, tényleg nem túl meggyőző ennek a csarnoknak a sebessége. Pedig a meccs előtt még biztatónak tűnt, Siksni úte csonkra dobja az első büntetőt közben. Második már jobban sikerül, 59-61 az állás. Serván Anett megy le a fegnédő oldalon. És először a pályámból is Limer, amerikai játékos. De egyébként valamiért nem láttunk eddig itt a meccsen, 196 centiévelő a legmagasabb a fegnédi keretben. Megyes áram pontosan, nem jó. És Juhász Dorka verekszik meg a lepattanóért, Schlemmerről is nagy pontosóval. Hol is Schlemmernek is van már külföldi tapasztalata. Juhász Dorka beleáll a hármasba, hosszú a dobása azonban. Törökországban és Németországban is profiskodott már Schlemmer. Szinte említettem a CEG legmagasabb játékosa. Annak úgy Peac labdának kell lennie, így van. Katona Szidónia és Noli Schlemmer próbálták megmenteni az akciót, nem sikerült. 3.42 van, biztos 18 van közt, 79-61. Teszek a Kaster helyén Zele Dorina, a pécsi csapat van a pályán. Kaster kap egy kis eligazítást, Boris Majkovicsra. Egyébként Raus Vivien is melegít a Pécs kispad szélén. Zele Dorina hagyja el a labdát, aztán dob egy elképesztő rosszat. Szanya Mandic menti meg az akciót. Juhász Dorka három pontosan rövid, az előtt dobott az hosszút, most egy rövidet. Dorkának sem megy ma sajnos. Nagy bújdosó, Katonának egy zicser, és Zele Dorina csak falttal tudja megállítani. Gondolom, hogy reklamálni valója nincs a Peac Pécsen, Boris Majkovics pedig kikéri a harmadik idejét is a negyedben, a második fél időben. 3.15 van vissza, 79-61 az állás. Óriási csodának kell történnie, de a játékképe az olyan, hogy nem igazán van benne ez a pécsi csoda, ez a pécsi nagy feltámadás, úgyhogy nagyon a felé halad ez a találkozó sajnos, hogy a Peac elszenvedi első vereségét a 2015-16-os bajnokságban, és ugye megszakad egy 10 bajnoki meccs óta tartó veretlenségi sorozat, megszakad a 6-6-os veretlenségi sorozat az idei szezonban. Ceglédiek pedig tartják a hazai veretlenségüket. Ugye a két csapat közös történelme a tavalyi szezonban még egy ötödik helyért vívott párharccal is bővült, ahol ugye Pécsen és Cegléden is győzött a Peac Pécs, és ezzel 2-0-ra lehető legrövidebb idő alatt lerendezte ezt a párharcot a Peac, de értelemszerűen a bajnoki ötödik helyezés még így is egy roppant csalódást keltő eredmény volt a tavalyi szezonban. Az Imre Holton se ilyen visszatérésről álmodhatott. És akkor a Peac Pécsben először a pályán Raus Vivien a mai mérkőzésen 14-essel. Hát jó lenne, hogyha Vivien is bemutatna egy-két olyan hárompontost, amit a ceglédiek szórtak itt, főleg a második fél időben. És Katona Szidónia büntetőkkel folytatódik akkor a mérkőzés. 3.15-tel a vége előtt. Nem csont nélkül, de azért bent van az első. A második már kiperdül, csak az első is bizonytalan volt. Rassányi Krisztina a labdával. Siksni úte. Nem volt igazán hatékony az elzárás. Hász. Siksni úte. Igen, ezt azért be lehetett ott fújni. Schlemmer tolta ki litván centerünket szabálytalan eszközökkel.
jelen esetben a két karja. És akkor Siksni te büntetőzhet. Hát eddig 4-ből 2 büntetőt dobott be a mai mérkőzésen. Ami 5-ből 2-re módosul. Második már jó, hogy tartja az 50%-t. 3. 80-61 az állás. 19 pont közte. Belül legyünk az utolsó 3 percen. Nyilván már nagyon-nagyon nagy a különbség. Stémert játsszák meg. Stémert pedig játszik könnyedséggel, emberi meg Eglesi Isti útért. A center poszton egyszerűen egyébként dominál a Cegléd. Jogsányira 3 pontosra. Rossz a dobás. Center poszton nagyszerűen dominál a mai mérkőzésen a Cegléd, de mivel kívülről vagy középtávolról is sokkal jobban dobnak, mint a Peac, Sikri útéte is parancsolja a pályáról Boris Majkovic, és de is teremti, nem csak leparancsolja. Vicska és Zsófi jön a helyére. Center mozgásokat mutat Boris Majkovic a ukrán játékosnak. Bár a helyi hangos beszéd, és Némert mondtam, de ez biztosan Majos Koric volt, 34-essel. És Némert taszítja meg egy kicsit Szánya Mándicsot. A játékvezető sírjából jön is a falt. 2-0, 60 vissza. Szere Dorina tér vissza a Peac Pécsbe majd, és akkor is Némer helyén 23-asan először Filipovic Panda. Védi oldalon a pályán. És nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan végeredmény felé Szűcs Lilla is jön, Raksanyi vissza, és Vász Dorka helyett. Szere Dorina is. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan végeredmény felé halad ez a mérkőzés, amit hazai pályán borzasztó nehéz lesz dolgozni, illetve jobb egymás elleni eredményt produkálni, mert ez a most már 22 pont közt ez, szóval egy ilyen hazai meccset produkálni, az borzasztó nagy erő, energiák kellnek, és azt gondolom, hogy némi szerencse is, hogy így kijön a lépés. 84-64 van most közte, és hát nagyon könnyen lehet, hogy ezért a Cegléd és a Peac hasonló közelebb vereségmutatóval fog állni az alapszakasz végén. Ott van a Szidónia betörése, átdobja a labdát Siksni után és a gyűrű fölött is. Lilla hozhatja, két fiatal, és a Sellei Dalma is, úgyhogy Boris Majkovic mindenkinek az egész rotációnak mind a 11 játékosnak lehetőséget ad. Szanya Mandic harcol ki, ott van a Szidónián egy személyhibát. Sellei Dalma dobójátékos helyett, tehát Szanya Mandic helyett jön majd. Ceglidék megint csak ugye túl a csapathibákkal a bónuszon. Mandic. Megdobja. És akkor most 84-66, 1-43 van vissza, és akkor most utolsóként a pécsi keretből Sellei Dalma is a pályán. Cserélni fog a Cegléd is. 14-esre Kovalák Szintia. Ő sem volt még bent a pályán. Mikovic, Katona. Már a Cegléd sem a legerősebb csapatával. Nagy Bújdosó Nóra benne van a legerősebb csapatban, és ő még azért ment van a pályán, és szóra egy 3 pontost. 87-66, 21 közte és egy vissza végéig. Rossz a labdával. Egészen elképesztően jó távoli dobó teljesítmény nyújt a Cegléd. Sellei 3 másodperc Kiska és Zsófia ellen. És akkor most jön Kobolák Szintia, Nagy Bújdosó Nóra kap pihenőt. Egészen elemi hibák támadásban és védekezésben a Peac Pécsben. Sajnos erre a mérkőzésre nem tudtak úgy felpörögni a pécsi lányok, ahogy esetleg a korábbiakra, mondjuk pozitív példaként említettem a Győrt. És Koricz dobja el. Hát ez itt sem sok hiányzott. Konkrétan azt hittem, hogy bement a 3 pontos. 50%-kal dobja egyébként a triplákat a Cegléd, 16-ból 8 sikeres kísérletük van a Peac Pécsnél. Egészen sokat mondó adat, 14-ből 3 tripla ment be. És akkor
összesen Kányási Veronika ismét a pályán, aki ugye az első fél időben húsz egy szabály miatt elég sokat ment volt. Nincs Kai kaplabdák, Kányási szereli. Azt gondolom, hogy ez sem volt egy túl jó passz. A cegédi közönség pedig felállva ünnepli a csapatát. És fél perc a hátralévő, de 87-66 szállás. Nagyon úgy tűnik, hogy nem tud 20-on belül sem maradni a Pelasz Pécs, ami borzasztó egy csalódás. Kobolák szintén szerez 3 pontot, amivel 50% fölött a Cegléd tripla dobó teljesítménye. Az előbb volt 16-ból 8, 17-ből 9 ezzel. 9 darab triplát dob a hazai csapat. Nicskai Zsófia még vét egy támadó faltot. 2,7 van vissza, 90-66. Hát ez a tripla zápor és ez a kiváló Ceglédi dobó teljesítmény. Ez egyrészt a Pelasz Pécs védekezését is dicséri, másrészt pedig nagyon könnyen 90 dobott pont tig jut. És a Pelasz Pécsnek ez már nem fér bele, Raus Vivien szabálytalankodott újra teljesen fölöslegesen. Úgyhogy két ceglédi büntető. Jól látom, Katona Szidonia állotta a büntetővonalon. Hát ez egészen csalódást keltő eredmény. Tized lesz még vissza, ugye a PFP-sek nincs időkérése, úgyhogy biztos, hogy alapon arról jönnek majd, és nagyon-nagyon fontos lenne még esetleg egy kosárral befejezni a mérkőzést. ...91-66 már a mérkőzés állása. Katona a második büntetője. Ez nincs a helyén. 91-66. Én azért tehetettem volna itt egy gyors támadást az egymás elleni eredmény miatt. Hát nemrég az előző fordulóban a Pink 31 ponttal kapott ki Cegléden. Akkor esetleg azt mondták néhányan, hogy lebecsülhetnek, hogy különbség túlzó, nem olyan jó ez a Cegléd. De a Pelasz Pécs sem úszta meg 25 pontos vereség nélkül. Egészen elképesztő pazar dobó teljesítménnyel rukkolt előm a ceglédi csapat, és hát azt kell mondanom, sajnos, hogy a Pelasz Pécs pedig védekezésben ehhez nagyszerűen asszisztált. És gyakorlatilag a második negyedtől kezdve egy pillanatnyi esélye nem volt a vendégcsapatnak, hogy keresni valója legyen ezen a találkozón. Igazából még csak arra sem, hogy egy szoros mérkőzést tudjon vinni a Pelasz Pécs. Az egy csapatban Skorics 19, Boldosó 18, Katona Szidonia pedig 16 pontot szerz, Kányási Veronika megállt 13-nál. És akkor lássuk a ceglédiek üzenetét a szurkolóknak. Jövő héten a Sopronnál játszanak majd szintén hazai környezetben. És ha már itt tartunk, közben a Pelasz lányok is megköszönik a buzdítást annak a kb. 10-12 fős szurkolótábornak, akik elkísérték és támogatták a lányokat. Szóval ha már a következő mérkőzésnél tartunk, akkor ugye 11-13-án, tehát jövő héten a Cegléd az Unika Sopront fogadja a hazai pályán, és látva ezt a mai ceglédi dobó teljesítményt, az Euroligából érkező Sopronnak nagyon komoly félnivalója lesz azon a találkozón. Ez a Cegléd ez nem sokszor fog hazai pályán kikapni. És most tízszerűen egy pécsi zenét játszik a hangosító a ceglédi sportcsarnokban. A Pelasz Pécs pedig egyébként a bajnok itt már nem fog játszani a válogatott szünetig. Legközelebb majd december 3-án lesz csak bajnoki a pécsi lányoknak, amikor is a DVTK otthonában Miskolcon léptek pályára. Nagyon sokat kell javulni ehhez a meccshez képest, én pedig akkor lassan megköszönöm a figyelmet, és akkor jelentkezünk majd még pályaszéli interjúkkal. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és ennél csak jobb mérkőzéseket kívánok. A viszontlátásra, viszonthallásra!